Így indult az első versenyszám a 2024-es úszásdiák olimpián, a Csitári G. Emil úszadában kedden. Az elmúlt három évben a Covid és az energiaválság miatt sajnos a nagy hagyománnyal rendelkező verseny elmaradt Székesfehérváron, így idén újult erővel indultak el a szervezők és a diákok. A kétnapos esemény első napján négy kategóriában, 9 versenyszámban mérettették meg magukat az iskolások. Azt gondolom, hogy igyekszünk minden sportágban a városi szintű versenyeket is megrendezni, hiszen a Diáksportszövetség a megyei, területi és az országos döntőket szervezi, de szerencsére nálunk van annyi sportoló, fiatal tehetség, hogy több sportágban, így az úszásban is a városi diákolimpiákat meg tudjuk tartani, és hát nyilván innen a legjobbak pedig majd kerülnek föl a megyei diákolimpiával. Én nagyon köszönöm szépen mindenkinek, aki segítette a fiatalokat az elmúlt időszakban is, hogy a mai versenyen el tudnak indulni. A kicsik és nagyok az első napon az egész délutánt az úszadában töltötték a továbbjutásban reménykedve, hiszen a legjobb úszók a megyei fordulóra kvalifikálhatták magukat, és onnan esetleg az országos döntőig is eljuthatnak majd. A mai versenyünket a harmadik korcsoport, a negyedik korcsoport és az ötödik, hatodik korcsoport, tehát általános iskola ötödik, hatodik osztály, hetedik, nyolcadik és a középiskolásoknak rendezzük. Ez a városi diákolimpiánk. Innen az első három helyezett egyéni, versenyszámonként az egyéniben az első három lány, illetve fiú, illetve a váltókból az első három helyezett juthat a megyei döntőbe. Holnap pedig az első és a második korcsoportosoknak rendezzük ugyanezt a versenyt, ott az első másodikosok és a harmadik negyedikesek jönnek. Az úszás diákolimpián idén Székesfehérvár minden iskolájából érkezett nevezés, így talán elmondható, hogy a kihagyott három év sem vette el az úszni szeretők kedvét, és a több száz fehérvári fiatal nagy lelkesedéssel és reménnyel érkezett a Csitári úszodába.